Az ormánság több mint 15 településéről, valamint Somogy megyéből is járnak tanulók a Sellyei Szakképző Iskolába, ami egyben technikum is. Ebben az intézményben is hibrid oktatás folyik, hiszen a gyakorlati órákat nem lehet távoktatásban megoldani. Az online oktatásban résztvevő tanulók elég rossz körülmények között élnek, úgyhogy nagyon sok tanuló csak mindössze mobiltelefon segítségével tud bejelentkezni, illetve azon munkát végezni, illetve még van akinél az is gond, hogy internet kapcsolattal nem rendelkeznek a tanulók. Itt felkerestük a települések polgármestereit, és ők nagyon segítőkészek voltak, úgyhogy van, aki nem otthonról, hanem a település könyvtáráról vagy közösségi házából tud bejelentkezni, illetve az órákat ellátni. Az intézményben a gyakorlati képzést tömbösítették, és erre az időszakra, ha igénylik, a diákok kollégiumi ellátást is kapnak. Kicsit nehézkes a helyzet, mert el vagyunk ettől szokva, de tavaly is viszonylag jól megoldottuk, és most is sikerül. Tehát akinek van otthon számítógép, internet, annak könnyű. Jelenleg a tanulók 40%-a vesz részt az online oktatásban, 60%-uk pedig a gyakorlati képzésre jár. Hát az online órák elég jók, igazából ez egy gond, hogy sok felé kell figyelni, de ő is megvalósítható. A gyakorlati oktatás meg ugye itt van a suliba, szerintem így azért jobb, mint a teljes online oktatás lenne. A tangazdaságban sem állhat meg a munka, az állatokat folyamatosan gondozni kell. Most így ezért is jó a gyakorlati oktatás, mert most például az aulába mindenkinek beléptünk a krétájába, a digitális kollaboráns teret megnéztük, hogy tegnap milyen házi feladatot és órai munkát adtam fel nekik, direkt hosszabb határidővel, hogy legyen idejük bepótolni. Az iskola 1964 óta áll a mezőgazdasági szakképzés szolgálatában. Küldetése olyan szakemberek képzése, akik rendelkeznek a korszerű növénytermesztési, állattenyésztési, vállalkozói ismeretekkel, elméletben és gyakorlatban egyaránt.